Csodálatos halfogás történetéről lesz szó. A Lukács evangéliumában találjuk ezt a történetet az 5. részben, az első verstől a 11. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól. Azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evez a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek, de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász veszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Amint a evangélista elénk tárja, hogy Jézusnak egy rendkívüli alkalma volt, egy óriási tömeg gyűlt közé, egy óriási tömeg gyűlt köré, és megpróbálta őket tanítani. Nyilván, hogy a tó közelében az volt a jobb megoldás, hogy ha beül egy csónakba, és hogy a víz is segíti a hangot jobban terjedni, hogy széles körben hallhatják az Úr szavát. És mielőtt elkezdte volna Jézus a tanítását, kérte Pétert, hogy beszállhasson a hajójába. Tehát az Úr kezdeményezett itt valamit. És ez így van a mindennapi életünkben is, a megtérésünkkel kapcsolatban is, hogy az Úr kezdeményez. Az Úr egyetlen egy lépést sem tett úgy, hogy hát menjünk erre vagy arra. Mindennek megvolt a pontos rendeltetése. Ő
nem a János hajójába szállt be, hanem a Péter hajójába, mert Péterrel akart foglalkozni. És kérte Pétert, egy kis szolgálatot várt tőle, és Péter úgy gondolta, hogy bár eléggé fáradtak az esti munka, éjszakai munka után, de szívességet tesz Jézussal, mert éppen előző nap a halálos nagybeteg anyósát meggyógyította. És hogy hát nem lehet az, hogy Jézus ilyen dolgot tesz, ő benne pedig nincsen semmiféle szívesség, hogy azt mondja, hogy fáradt vagyok, és hát menni kell a családomhoz. Az Úr volt az első. És Jézus onnan a Simon hajójából tanított, és csodálattal hallgatták a tanításait. És miután Jézus befejezte a parton a tanítást, Péterhez fordult. Direkt módon vele foglalkozott, és ez van, hogy az Úr gyakran direkt módon foglalkozik, ő sokszor indirekt módon is foglalkozott az emberekkel, hogy beszélt, és akik meghallották, azokban valami elindult, de van ez a direkt, hogy pontosan te veled kell foglalkoznom. Tehát személyesen Péterrel foglalkozott, és ahogy beszállt a hajóba, és ott volt Péterrel, az Úr kézbe vette a Péter irányítását. Evez a mélyre. Innettől az Úr parancsol, az Úr irányít. Nem Péter kalauzolja Jézust, hogy ebbe vagy abba az irányba menjünk, hanem evez a mélyre. Hagyd a sekélyes vizet. Hagyd ott a sekélyes vizet. Evez velem együtt a mélyre. Ne kapaszkodj az utolsó fűszálba sem. Engedd el. Engedd el a drogot. Engedd el a hazugságaidat. Engedd el a tisztátalan életed dolgait. Evez a mélyre. Merünk-e Jézussal kettesben a mélyre evezni? Nyilván, hogy a hit bátorsága kell ahhoz, hogy Jézussal a mélyre menjünk. Evezzünk mélyre Isten szeretetében is. Lássuk meg azt, hogy csak vele halad az életünk. Hogy csak Jézussal bontakozik ki az életünk és az áldás. Jézus hozzád is közel van. Ő, aki az Isten fia. Ő felvállalt téged is az Atya előtt, a bűnöst. Közel van hozzád, ott ül melletted. Most is ott ül melletted, és várja, hogy megszólítsd őt, hogy sikolts, kiálts, legalább úgy, mint Jónás, az engedetlen Jónás, hogy először csak úgy motyogó imát mondott, aztán kérlelte az Urat, és végül sikoltott. Ha bajba vagy, akkor sikoltasz. Szólítsd meg Jézust. Evezz a mélyre. Péter nem értette, hogy mit akar Jézus. Oda-vissza menni, ahol nem fogtak halat.
mit keres ott? Mi keresni valójuk van ott? És Jézus pontosan azon a helyen mutatja meg az ő hatalmát, és ott látja meg, ismeri fel Péter apostol a rejtett kincseket, ahol Jézus nélkül nem jutott semmire. Péter nem értette, hogy mit akar Jézus. Valahogy így állt hozzá, hogy kedves mester, tudod, hogy én profi vagyok a halászásban. Igaz, hogy az éjszaka egyetlen halat sem fogtam, de hát tudod, azért én vagyok a profi ebben a dologban. De mester, mégis a te szavadra kivetem a hálót. Nagyon fontos volt azért neki az Úr szava, ha ágaskodott is benne a szaktudás, hogy meg kellett érteni, hogy Jézus nem rivalizál itt vele a szakmába, hogy hol jobb a halfogás. A te szavadra. Mi történik a te szavadra? Hogy én is, hogy az Úr szavára, hogy kész vagyok-e megtenni azt, amit ő mond. Fontos-e nekem az Úr szava, vagy a barátok szava, a haverok szava, a világ szava? Fontosabb ugye a számomra. Uram, tudom, hogy a te szavad milyen hatalmas, hát az anyósom is meggyógyult, ilyen maláriás lázba szenvedett, tudjátok, hogy az abban az időben szinte gyógyíthatatlan baj volt, és hogy Jézus csak szót szólt, megfogta a kezét, és elmúlt a láz, és nem volt lábadozási idő, azonnal felkelt, és neki kezdett főzni, vendégül látni Jézust is, akik vele voltak. Te szavad, milyen hatalmas! Péter engedelmeskedett az Úrnak, Jézus pedig megjutalmazta az engedelmességét azzal, hogy csoda történt. Aki engedelmeskedik Jézusnak, az többet meglát Jézusból, az többet megért az igéből, az többet elvesz Isten szeretetéből. És azt írja a Biblia, hogy a Péter hálója megtelt, és ekkora teremtés csodáját élt át Péter apostol. Miért? Mert a semmiből valami lett. A semmiből valami lett. Isten is előállította csak úgy a világot hatalmával, és Krisztus ugyanezt tette, hogy a semmiből valami lett, megtelt a hajó, megérte engedelmesnek lenni. Mi van a te hajóddal? Mi van a te hálóddal? A te hálód is tele van? Vagy szaggatott, tönkrement hálódat javítgatod? Kötözgeted? Nincs fogás. Megtelte már Isten szeretetével a te szíved. Megtelte a lelked az Istentől való gondolatokkal. Üres a hálód, pedig imádkozol. Üres a hálód, pedig olvasod a Bibliát. Mi van? Miért üres? Evesz a mélyre, hagyd el a sekélyes mocsarat. Nem érzed, hogy végre ott kellene hagyni a mocsarat? És amikor sikerült
a nagy tömeg haladt bekeríteni a hálóval, megtelt a háló, a halásztársak összefogtak. János is külön halászott a bátyával, Jakabbal, Péter is, Andrással, a testvérével, de most összefogtak. Mert, hát hogyha az Úr nagy áldásokat ad, akkor ezt a hálót közösen kell kihúzni. Van valaki, aki nagyon sokat szenved a fia miatt is. Kérte, hogy imádkozzam a fiáért. Mondtam, már a hálóban van, csak ki kell húznunk. Össze kell fognunk, az egész gyülekezetnek össze kell fogni, és kihúzni a hálót. Közösen végezzük a munkát. Te neked is ott kell lenned, és segítened kell húzni a hálót. Vagy valami más tennivalód van? Az ujjad se ér a hálóhoz. Mi az oka, hogy nem munkálkodsz? Hogy nem tudsz olyan céltudatosan menni, mint Jézus? Hogy ő tudta, hogy először a tömegnek kell prédikálni, de a következő, a direkt tennivalója Péter. És ha Péter megtér, ha Péter életében változás lesz, akkor ennek óriási következményei lesznek. És a történet ugye így van, hogy amikor Péter, aki először mesternek szólította Jézust, akkor a halfogás láttán Jézus lába elé borult. Felismerte, hogy Istennel van dolga. Hányszor olvasunk mi igét, imádkozunk, és nem érezzük, hogy Istennel van dolgunk. És Jézus szentségében meglátta maga kicsinségét, Péter, és ebben a szentségben meglátta az Úrnak a végtelen nagyságát, hogy ő az újjáteremtő, hogy ő tölti meg a hálókat. A Jézus szent jelenlétében bűnösnek érezte magát, hogy nem méltó. Nem méltó arra, hogy Jézus bejött az ő hajójába, hogy Jézus a hajójában ott van. Tehát ez volt az a csodálatos találkozása Péternek. És akkor azt mondta, hogy menj el, bűnös ember vagyok, Uram, itt már Uramnak szólítja, Uram. És ez nem azt jelentette, hogy befejeződött valami, hanem Jézussal egy valami új kezdődött el. És dicsőség az Úrnak, hogy van ilyen dolog. És azzal fejezem be, hogy amikor már süllyedésig megtelt a hajó halakkal, akkor Péter és a többiek is kiszálltak a hajóból, és mindent elhagytak az Úrért. Vannak dolgok, amiket mi csak úgy el akarunk hagyni. Bejövök a rehabra, mert a nagyanyám kedvéért el akarom hagyni a drogot. De Péter az Úrért hagyta el. Mindent elhagyott az Úrért.
Ábrámról is azt olvassuk, hogy az Úrért elhagyta Úr Kazdimot, elhagyta és vállalta a nehéz útat az ígéret földje felé. Fontos dolog mindent elhagyni, nem csak egy-két dolgot kivetni az életünkből, hanem mindent.